Szerbusztok! Ez most egy ilyen késő esti felmondás rendhagyó helyről, a szuper titkos pince bunkeremből. Úgyhogy csapjunk is bele, ez a lecke utolsó anyagrésze, életmód és a tudomány fejlődése a kora újkorban. Menjünk is szépen tovább. Ezek lesznek így a tartalomnak a fő pontjai. A életmód leginkább ugye az európai életmód változásairól, a tudományos életben való fordulatokról és a filozófiában megjelenő újabb megközelítési módokról, újabb irányzatokról fogok nektek ma beszélni. És csapjunk is bele gyorsan az életmódba. Fontos tudni, hogy ugye tanultuk, hogy létrejött a háromszögkereskedelem, megindult úgymond a világkereskedelem is, tehát Amerikából megvolt a lehetősége annak, hogy új növények érkezzenek Európába, mint például a paradicsom, kukorica, burgonya, stb. Stb. De ezek alapjában véve nagyon lassan terjednek el a kora újkorban Európában. Tehát mondok egy példát, Magyarországon a 19. században, tehát az 1800-as években lett csak a krumpli egy alapvető élelmezési cikk. Európára is igaz az, hogy nagyjából megmarad a rizs, kukorica, burgonya elleni, hogy is mondjam, idegenkedést, ez velük szemben való idegenkedés, továbbra is ugye leginkább a kenyérgabonaféléket eszik az emberek, tehát lassan változik, egészen 1700-as évekig kell várni, mire ezek a növények elterjednek, és a földművelés módszerei is nagyon lassan változnak. Szerintem biztos tanultatok már a vetésforgóról, vagy a tanárnőnél, vagy talán már én is említettem, hogy a vetésforgó az a fajta földművelési mód, amikor közben itt egy macska próbálkozik, az a fajta földművelési mód, amikor nem két és három nyomásos gazdálkodást folytatnak, ugye ahol mindig egy évig, vagy tehát minden második, vagy minden harmadik évben ugaron hagyják, tehát megműveletlenül hagyják a területet, hogy az pihenjen, hanem nincs ilyen, hogy ugar, hanem kenyérgabonákat takarmány növényekkel váltják fel, mint például lucernával vagy egyéb dolgokkal, és ezeket aztán állatoknak lehet adni takarmányféleképpen, és az állatok pedig ugye trágyát biztosítanak, és ezzel ez egy sokkal praktikusabb, sokkal nagyobb hozamot adó mezőgazdasági módszer. Na ez a vetésforgó is csak nagyon lassan terjed el, és csak a 18. században, tehát az általunk tárgyalt korszaknak a vége felé, leginkább Angliában és Hollandiában terjed el. Érdekes dolog, hogy miért? Ugye azért, mert vetésforgót alkalmazni, ez most olvastam utána, én se tudtam, ez egy hosszú folyamat. Tehát takarmánynövényeket termeszteni, majd az állatok trágyájával trágyázni azt a földet, az nem egy-két év alatt hogy mondjam, hozza meg a gyümölcsét, hanem hosszú éveknek kell eltenni ahhoz, hogy vetésforgóval művelt földből tényleg egy igazán jó föld legyen, tehát csak az vág bele ebbe, aki biztos abban, hogy ez a föld az övé lesz. Ergo, mi kell hozzá? Polgári földtulajdon viszony. Tehát ameddig létezett a feudalizmus, azaz a földesúr jobbágy viszony, és a földesúr bármikor azt mondhatta a jobbágyának, hogy te szépen most elköltözöl innen egy másik faluba, és ott fogsz földet művelni, vagy én elveszem tőled, és betagosítom a sajátomba a te jobbágy telkedet, addig a jobbágyoknak volt annyi esze, hogy ezt nem is próbálkoztak ilyesmivel, mert nem voltak benne biztosak, hogy még évek múlva is az övüké lesz ez a földterület. Tehát azért is Angliában és Hollandiában alakul ez ki a leghamarabb, mert hogy ott jöttek létre leghamarabb a saját kézben lévő földek. Tehát ahol saját tulajdonosaik lettek a parasztok a földjeiknek. Jó. Ennek van egy érdekes következménye egyébként a vetésforgónak. Ugye, mivel takarmánynövényeket termelnek, ezért nincs szükség már a legelőkre, ahol korábban az állatok ettek,
hanem a sima földterületen, tehát a búzát és egyebeket termelő területeken termelnek nekik például lucernát, ezért a legelőket meg lehet szüntetni, fel lehet szántani, és ott is lehet vetésforgót alkalmazni, tehát megnövekedik a földterület. Na, ennyit a mezőgazdaságról. Mint mondottam, összefoglalva, ezek azért érdekes, de lassú folyamatok, és nyugatról a 18. században kezdik el Európát meghódítani. Az életmód az hát nagyjából olyan marad egyébként a korszakban is, mint a középkorban nagy részt. Ugyan a pest is, mint járvány, kezd szép lassan eltünedezni, de más betegségek, mint a himlő vagy a kolera tizedelik az embereket. Nagyon rosszak a higiéniás körülmények, tehát továbbra is az emberek, sőt, talán még kevesebbet is fürdenek, mint a középkorban. Könyv is írja, hogy megszűntek a nyilvános fürdők, az egyház tiltotta őket, tehát nagyon ritkán mosakodtak az emberek, elég piszkosak voltak. Ennek ugye csomó betegség lett a következménye, és nyilván az, hogy a gyerekhalandóság is nagyon magas volt. Tehát sok gyerekből, tehát a gyerekek közül nagyon sokan nem érték meg a felnőtt kort. Mindezt tetézi a háború, ugye gondoljunk itt a 30 éves háborúra, és a különféle éhínség hullámok. Ez annak tudható be, hogy az emberek nem igazán tudtak tartalékolni az élelmiszerekből, tehát mindent feléltek, amit éppen megtermeltek. Ennek így összességében nézve az lesz a következménye, hogy a népesség növekedése igazából csak a 18. században indul be, úgy Isten igazából. Ezt láthatjátok is. Érdekesség, hogy 1500 és 1600 között ugye körülbelül 20 millióval növekszik, 1600 és 1700 között még mindig 20 millióval, aztán 50 év alatt ott gyakorlatilag megduplázódik a gyorsasága a népesség növekedésnek, tehát ott már 50 év alatt kapunk plusz 20 millió. Tehát láthatjátok, hogy igazából tényleg a 18. század az, ami hogy igazából meghozza a változásokat. Még a higiéniás körülményekről annyit, hogy emlékeztek rá, a 18. században terjednek el ezek a rizsporos parókák. Nagyon sok korabeli filmben lehet látni ezek a fehér parókák. Hát ott is inkább ne gondoljunk bele, hogy mi volt alatta. A napkirálynak is volt ilyen kis kézformájú kaparókája, amivel be kellett, hogy nyúljanak be tudtak nyúlni a paróka alá, és a viszkető fejbőrt, illetve az ott tanyázó tetveket el tudták távolítani. Na, hogy valami pozitívumot is mondjak azért, főleg Nyugat-Európában, ugye a Angliában, Hollandiában, ahol leginkább profitálnak az országok a kereskedelemből, ott azért létrejön egyfajta középosztály, és ugye ez a középosztály egy nagyon puritán, protestáns életmódot folytat, és elég komoly vagyonra tesz szert. Keleten ez nyilván nem elmondható, tehát nálunk itt Kelet-Közép-Európában továbbra is megmaradtak ezek a földesúr jobbágy viszonyok. Nyugaton viszont tényleg az életmód is egy picit kinyílik a világra a korszak végén. Olyan élvezeti cikkek is megjelennek Európában, mint a kávé vagy a tea, a csokoládé, illetve a dohány ekkoriban. Kezdenek el az emberek pipázni, illetve bagót rágni, hogy ekkor olyan, mint cigaretta még akkor még nem létezett. Itt láthatunk egy ilyen korabeli pipázós, teaházas, hogy is mondjam, csendéletet, mondjuk Angliából. A tudományos élet is nagyon fontos ebben a leckében, ugyanis gondoljunk bele abba, hogy a középkornak a tudományos élet, középkor tudományos életét egy szervezet határozta meg nagyon komolyan, és ugye nem volt más, mint az egyház. Tehát a középkor, mondjuk nyugodtan azt, hogy így Amerika felfedezéséig egy ilyen, hát eléggé megváltoztathatatlannak tűnő rendszer volt. Tehát mindenkinek megvolt a szerepe, ugye a földesuraknak, földtulajdonosoknak,
A jobbágyoknak is megvolt a szerepe, és az egyháznak is megvolt a szerepe, és nagyjából senki nem is akart változtatni, vagy nem tudott változtatni ezen a rendszeren, és ennek a rendszernek a felfogásán. Ez ugye pont a korszakunkban kezdik kicsit lazulni, és már korábban elkezdődött ugye a reneszánszal, a humanizmussal is, ami egy picit az embereknek a maguk felé fordulását, tehát jelentette, többé már nem úgy tekintettek az életre, mint egy síralomvölgyre, ami csak egy stáció a mennybe vagy pokolra jutás útján, hanem középpontba kerül egy picit az ember és a földi élet is. És ehhez hozzájön ugye később a reformáció, ami ugye, mint tudjuk, alapjaiban rengeti meg az egyházba vetett úgymond bizalmat vagy hitet, mert mégiscsak az lett a vége a reformációnak, hogy több olyan egyház is létrejött, mint az evangélikus, vagy a református, vagy akár még az anglikán, és ugyanaz máshogyan, akik nem ismerik már többet el a pápát. A legnagyobb főségnek, tehát a legnagyobb szellemi, lelki vezetőjüknek. Tehát kicsit elkezdik az emberek kritikával életni a római katolikus egyházat és a vallást is. Ugye? És ez a Luther kapcsán ugye nagyon fontos volt, hogy anyanyelven is elkezdik olvasni a Bibliát, gondoljunk itt a Sola Scriptura-ra, ugye maga Luther fordította le. Ez az anyanyelvű olvasás, ez nem csak a Bibliára vonatkozik később, hanem az emberekről elmondható, hogy a korban egy picit többet kezdenek el foglalkozni magukkal, körülöttük lévő világgal, és ezeknek, ennek a világnak a problémáival. A katolikus megújulás is hozzátesz ehhez. Egyrészt van egy ilyen, ugye, kicsit ilyen begyöpösödött konzervatív oldala, gondoljunk itt az inkvizícióra, vagy az könyvek, írások, indexre, tételére. Tehát a katolikus egyház próbálja őrizni a pozícióit, ugyanakkor a jezsuitákkal pedig kitermel egy szintén nagyon művelt, és nagyon olvasott, és nagyon vitázni képes réteget. Tehát ez is sokat tesz hozzá a tudományos fejlődéshez. De hát ugye talán az egyik legfontosabb az az, hogy hiába voltak itt nagy gondolatok, hiába volt itt nagy vitázás, ha még mindig szerzetesek írogatták volna ezeket a gondolatokat kódexről kódexre, éveken keresztül a kolostorokban, akkor ez soha nem terjedt volna el. Tehát kellett hozzá egy találmány, azaz a nyomda. És a korunkban jelenik meg a könyvnyomtatás. Nagyon fontos, jegyezzétek meg, Johannes Gutenberg a 15. században, ugye ez a korszakunk elején, tökéletesítést találja fel a nyomdagépet, és innentől fogva tényleg nagy példányban gyorsan lehetett sokszorosítani bármilyen könyvet és írományt. Mindenhez társul még ugye a nagy földrajzi felfedezések, ami ugye együtt járt azzal, hogy új kontinenseket, új vidékeket, új tengereket fedeznek fel, illetve egy ilyen vállalkozói attitűd, vállalkozói hozzáállás, gondoljunk megint csak a háromszög kereskedelemre. Tehát ez egy teljesen más megközelítése a világnak, ha az ember nem úgy él, hogy én elfogadom azt a szerepet, amit a társadalom osztott rám, középkor, ugye? És így élem le az életemet, hanem ez az újfajta, már előbb említett ilyen polgári vállalkozó, akár ugye nemesi vállalkozói réteg, gondoljunk Angliára, ők már a saját kezükbe veszik a sorsukat, és ennek megfelelően érdeklődnek is az újdonságok, az újítások, az új, hogy is mondjam, új lehetőségek iránt. És akkor mondok egy konkrét példát, ez pedig a heliocentrikus világképnek a térhódítása. Kicsit már említettem Kolumbusz kapcsán, és most ki is javítom magamat, azt mondtam egy hülyeséget. Kolumbusz ugyan sejtette, hogy a Föld az gömbölyű, de azok, akiket akkor említettem, Kopernikuszt és Galileit, azok akkor még nem alkottak. A 16. században lesznek majd ezek a fontos
felfedezések. Kopernikusz volt az lengyel csillagász, aki először kijelentette azt, hogy a nap áll a középpontban. A német Johannes Kepler ezt továbbfejlesztette, Kepler jött rá arra, hogy és számította ki például a bolygóknak a mozgását, az, hogy ezek elliptikus pályán repülnek, vagy keringenek a nap körül, hogyha közelebb vannak a naphoz, akkor gyorsabban mennek, tehát én alapvető csillagászati megfigyeléseket tett. A mai pedig ugye Galileo Galilei volt az, aki szintén a Kopernikusz féle napközpontú világrendszert képviselte. Ugye tudnunk kell, hogy a katolikus egyház ekkor még a föld központú rendszernek volt a híve, tehát a katolikus egyház ekkor még azt állította, hogy a föld a világ közepe, és nagyon nem tetszett nekik ez a fejlemény, így a tudományos életben. Gondoljunk itt Galileire. Galilei például egy távcső segítségével olyanokat állított, hogy a tejút az például nem tejből van, jó, nyilván a egyház sem mondta ezt, hanem hogy a tejút az tényleg, tejút egy tényleg egy csillagoknak egy halmazat, tehát van több csillag is, és például a napon is beazonosított Galilei foltokat, napfoltokat, ami szintén zavarta az egyházat, mert ugye Galilei ezzel azt mondta, hogy a nap sem tökéletes. Tehát amit Isten teremtett, azon vannak foltok, és az mozog. És éppen ezért a katolikus egyház, az inkvizíció olyan szinten be is fenyíti és megfenyegeti Galileit, hogy amint a könyvben elolvassátok, a forrás van egy jó forrás erről, neki nyilvánosan vissza is kellett vonnia ezeket a tételeket, csak hogy megmeneküljön az inkvizíciótól. Mindaz, aki pedig ezeket a végén tényleg fizika órán is tanult törvényekbe összeszedte, az pedig ugye a brit Isaac Newton, aki alapvető fizikai törvényeket jegyzett le, ő számolta ki például ugye a gravitáció képletét és az F egyenlő M-szer A képlettel. Amúgy nem Newton volt az első, akinek ugye az alma a fáról a fejére esett, hanem állítólag már Galilei próbálkozott kísérletezni a szabad eséssel. Ő a pízai ferdetoronyból hajikált le dolgokat, és már ő is rájött arra, hogy például a dolgoknak a tömege az nem feltétlenül játszik szerepet abban, hogy milyen hamar érnek le. Na, mint látjátok, ezek a dolgok nagyon sokáig a katolikus egyháznak nem tetszettek, tehát mindenféle eszközzel, a művek betiltásával, ugye ez az indexre tétel, vagy pedig az inkvizíció fegyverével próbálta az egyház ezeket lassítani. És nem csak a katolikus egyébként, tehát még a protestáns egyházakat is nehezen lehetett meggyőzni ezeknek az elveknek, ezeknek az újdonságoknak az igazáról. Na, mindez megjelenik a filozófiában is. Ez a kíváncsiság, felfedezés, változó világ, kitáguló világ, problémakör, ez több filozófust is megérintett. Ez Bacon az egyik legfontosabb talán, ő egy brit, akinek az empirizmus fűződik a nevéhez, ez kötelező tudni, hogy mi az az empirizmus. Az empirizmus az egy tudományos módszer, aminek a lényege abban áll, hogy meg kell figyelnünk a világot, és a megfigyelések alapján tudunk felállítani törvényszerűségeket, és így vonhatjuk le a következtetéseket. Ez kicsit most így furcsa hangzik, de ez olyan, mint a például kísérletezel valamivel fizikából vagy kémiából, és ha 10-szer egymás után megcsinálod, és mindig ugyanaz jön ki, akkor azt már egy igazolt, abból már kiszámolhatsz egy törvényt. Például ha savat és lúgot öltünk össze, akkor abból ugye mindig víz és sók keletkeznek. Remélem, még jól emlékeztem. Ezt hívjuk induktív gondolkodásnak, tehát az apróból, a megfigyeltből, a kísérletből jutunk el a törvényekig. Ennek van egy másik
vonala is, ennek pont a fordítottja, René Descartes, vigyázzatok a kiejtésre, ez pedig a racionalizmus, ő mondta a híres gondolkodom, tehát vagyok kijelentést, ő pedig azt mondja, hogy pont a fordítottját, hogy nem kell kísérletezni, hanem pusztán a gondolkodással, az agyunk trenírozásával ki lehet következtetni a dolgoknak a természetét, és le lehet vonni a fontos törvényeket, következtetéseket. Ez az úgynevezett deduktív gondolkodás. A kettő ugye elvileg így áll, viszont nem már tudnotok majd, ha egyetemre mentek, és nehogy Isten diplomamunkát akartok írni. Egy jó diplomamunka is úgy néz ki, hogy először Descartes-i módon, deduktívan, te kitalálsz egy törvényszerűséget, egy tézist, egy állítást, ezt leírod, megfogalmazod, aztán pedig kísérletekkel, vagy forrásgyűjtéssel, vagy emberek kikérdezésével, akármivel, empirikus módon, tehát a Bacon-i iskolával megpróbálod bebizonyítani. Tehát a kettő igazából a mai tudományos életben is gyönyörűen megfér egymás mellett. A harmadik igazából egy teljesen különutas megközelítés, nem is tartozik annyira a kettőhöz szorosan hozzá, ez pedig Spinozának a panteizmusa. A panteizmus igazából csak annyit jelent, szerintem egy nagyon szimpatikus megközelítés. Ez az egyház, bocsánat, ember és Isten viszonyát taglalja. Spinoza mondta azt, hogy az Istent ne úgy képzeljük el, mint ott fönt egy ilyen szigorú szakállas bácsit, hanem ő a körülöttünk lévő világban, a környezetünkben is jelen van, és leginkább a természetben is jelen van. Tehát, hogy Isten mindenkori és mindenhol hogy is mondjam, észlelhető, kézzelfogható létezését vallja. És ez szerintem egy nagyon jó kis, szimpatikus megközelítés. Na, köszönöm szépen, ennyi volt. Tanuljatok, ismételjetek, mert nem sokára akkor dolgozat. Itt pedig az összefoglaló kérdések, meg egy jó kis Newton. Szép estét, sziasztok!